Szevasztok, szevasztok, köszöntelek itt benneteket a nagy szeretettel a Konzolok Szervizel YouTube csatornán. Én a Mester vagyok, mint tudjátok, és ebben a videóban, ahogy az elején láthattad, gépházakkal fogunk foglalkozni, mégpedig kettőt mutatok neked, a Bitfenix Enzo-t és a Bitfenix Enzo Mesh-t. Már kész van a videó egyébként, de még az elejére szeretnék néhány szót azért mondani. Ezt a két gépházat mindenféleképpen nézd meg. Nagyon tágasak, nagyon jó minőségűek, és 4 mm-es edzett üveg oldallapjuk van, sötétített mégpedig, ami fantasztikusan néz ki, illetve egy visszatükrözi a körülötte lévő dolgokat, és nagyon jól néz ki az egész. A Nova TG-t nem láttad volna, akkor a leírásban meg lesz a link, ott meg is fejlem ezt a 4 mm-es üveglapot, teljesen mindegy, de nézd meg, mert az is egy fantasztikus ház. Viszont, ha olyan gépházat keresel, ami hosszú-hosszú évekig el fog kísérni, és minden alkatrészedet ki fogja szolgálni, tehát megvédi, por nélkül tartja, illetve hát beleférnek, akkor gyakorlatilag megtaláltad a házat, de majd mindjárt meglátod, hogy miért. Ebben a videóban kettő darab számítógépházzal fogunk megismerkedni, fogok bemutatni nektek, mégpedig a Bitfenix műhelyében készült Bitfenix Enzo és Bitfenix Enzo Mesh. Na most, mivel a nevük nagyon hasonló, ezért gondoltad, hogy a felépítésük is eléggé hasonlít egymásra. Gyakorlatilag, ha a gépházba belenézünk, nem sok különbséget találunk, de azért lehet felfedezni. Mint például rögtön azt, hogy a Bitfenix Enzo-nak az előlapja az ugye teljesen teli műanyag, az Enzo Mesh-nek pedig egy ilyen apró szemű rácsozott fém berakás az eleje. Mind a két ház közös tulajdonságai a 4 mm-es vastagságú edzett üveg oldalap, ami sötétített, tehát egy picit azért picit sötétített, illetve, hogy az előlapi panelen 4 darab régióban LED fényeket kapunk, ez ilyen RGB Illumination világítás, amit lehet szabályozni. Ezek címezhető RGB világítások. A Bitfenix az Asus mérnökeivel együtt tervezte meg ezeket a világításokat, és a gépházak Aura Sync-es, itt az oldalán itt látszik is, hogy Aura Sync-es mind a két gépház. Persze, hogyha nem Aura Sync-es alaplapod van, tehát nem Asus alaplapod van, akkor is tudod vezérelni, viszont akkor ugye más szoftver kell hozzá. Na most, amit még közös bennük, hogy kettő darab ventilátor van mind a kettőbe beépítve, egyik előre, egyik hátra, és ebből az egyik RGB világítással rendelkezik, valamint hűtőradiátort is lehet beléjük tenni, az első ventilátort ki is lehet cserélni hűtőradiátorra. Az alaplapok tekintetében, amit bele lehet tenni ezekbe a gépházakba, az határos csillagos ég, a mini, mikro, ATX-tól kezdve az ATX és EATX lapokig mindegyikkel megbirkózik, illetve videókártyába is nagyon sok, illetve videókártyából az összes belefér gyakorlatilag, nyilván nem egyszerre, hanem hogyha egyet beleteszel, akkor az belefér. Valamint, ha látod, hogy nincsenek bővítőhelyek, de majd ezt megmutatom közelről is, tehát nincsenek bővítőhelyek, hanem az alaplapi tálca mögött van 23 mm kábel management hely, illetve ott van hely, képzeld el, az SSD-nek is, HDD-nek is oda tudod fölfogatni, úgyhogy igazán menő, letisztult, modern gépet lehet ezekkel a házakkal építeni, amik kiválóan is szellőznek. Tehát ha benézel egy ilyen gépházba, és jól össze van pattintva, akkor csak a videokártyát, a processzorhűtőt, a hűtési megoldást, az alaplapot, alaplapi világítást látod az egész gépben, ezen a csodálatos, sötétített, edzett üveg lapon, és az előlapi panel gyönyörű, szép világítását láthatod. Úgyhogy el kell mondjam, hogy ez nagyon nagy élmény, tehát egy esztétikus számítógépet készítsünk, akkor ezekben a házakban igen lehet. Na most a Bitfenix Enzo rendelkezik ilyen porszűrőkkel, nézd, tehát ezeket így ki lehet húzgálni belőle, viszont visszatenni azért
picit gyakorolni kell, hogy hogyan lehet visszatenni. Nekem így látod, elsőre nem is sikerül, tehát még most sincs meg. Ász, így van, tehát van kettő ilyen porszűrő filter, illetve mind a kettőnek a táp részénél, az alján van egy porszűrő, ugyanúgy, jó nagy, és akkor azt is meg lehet nézni. A Enzo Mesh-nél pedig porszűrő hálók vannak a hűtő radiátorok, illetve a hűtő ventilátor előtt. A radiátor nyilván akkor van, hogyha te azt teszel bele. Na most, mivel a belseje mind a két gépháznak teljesen megegyezik, ezért úgy csináljuk, hogy az egyiknek az egyik oldalát vettem le, a másiknak a másik oldalát. Az Enzónak levettem a 4 mm-es edzett üveg lapját, az Enzo Mesh-nek pedig a hátoldali panelt, úgyhogy mindjárt úgy fordítom őket, hogy így lássuk. Na most, ha megnézed, akkor ugye itt láthatod, hogy teljesen letisztult, hozok neki egy pici fényt, nézd. Oké, bocs. Tehát, hogy teljesen letisztult, és... Teljesen letisztult, szinte semmit sem látsz belőle, hiszen semmi sincsen benne. Na most, ide jön az alaplap, és tehát ide mögé még be tudok nyúlni, és gyakorlatilag ugye ide nyúlok. És itt van a világításért felelős panel. Szóval ez egy két kamrás ház gyakorlatilag, hiszen ahogy látod, a tápot is el lehet rejteni, alsó tápos a házacska, és ugye ide el lehet rejteni a tápot, illetve kábeleket, hogyha még kellene, amiket itt is át tudsz vezetni. Nagyon jól előre van már kábelezve a ház, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag az egyik legesztétikusabb házat lehet varázsolni ezekből a gépekből. Tehát ha jól figyelsz itt, nem látsz semmit. Hát hova lehetne ugye berakni a Winchestert, meg az SSD-t, meg mindent? Hát miért mondtam én, az hátul lehet? Mert ugye hátul se látsz semmit. Na most figyelj, mert most jön a varázslat, mert itt vannak lent. Látod? Tehát itt vannak lent a bővítő helyek, és akkor ide tudod berakosgatni az SSD-t, illetve a HDD-t, és oda mellé pedig jön a táp, amit itt láthatunk is, hogy ez elrejti az összes mindenséget, képzeld el. Ott van, látod rajta az AuraSync logót is, csak most a fókusz elmászott, de most már látod rajta. Eszembe jutott még, hogy az üvegről nem is meséltem. Ez, ahogyan látod, illetve ahogyan nem nagyon látod, ez egy 4 mm vastagságú edzett üveg, tehát hát nem tudom eltörni. Nem lehet, ezt így nem lehet eltörni. Persze nyilván, hogyha így megtérdelném talán. Tehát nem tudom eltörni. Tehát elég strapabíró, és ahogy látod, hogy... Tehát sötétített, jó napot kívánok, Softbox, sötétített a cucc, és azért van súlya. Ez a ház egyébként 7 kg magába, úgyhogy van benne anyag. Acél, műanyag és üveg felhasználásával készült, ezt még el szerettem volna mondani. Ugye van neki négy lába, mind a kettőnek van négy lába. Itt van a porszűrő alul a tápnál, mind a kettőnél megtalálható. És tehát ne ijedj meg, mert elsőre lehet, hogy neked sem fog visszamenni, mert hogy picit azért gyakorolni kell. Szóval, ha tetszett a videó, illetve tetszenek ezek a számítógép házak, mindenféleképpen hagyj egy lájkot, és írd le, hogy te milyen konfigurációt építenél valamelyik házba, valamit írd le, hogy melyik tetszett jobban. Tehát az Enzo Mesh, aminek az eleje fém, lyukacsos, rácsos, vagy az Enzo, ami előtt kettő ilyen porszűrő réteg, tehát két porszűrő van itt oldalt, viszont az eleje az teli, a többi az ugyanaz. Tehát a többi az szinte ugyanaz, ebben ugye ez a porvédő van mindenhol. Gyakorlatilag fantasztikus háznak lehetünk tanulni. Na, nézzük a közelről a gépházakat, néhány közelít, és én el is búcsúzom ezzel. Legközelebb nyilván találkozunk, sziasztok! És köszönöm a Case King Hungary Kft-nek, hogy megmutathattam nektek ezeket a házakat.
Azt hiszem ennyi. Ha valami kimaradt, akkor szóljatok.